Szedjünk fel 103 szemet a nekünk tetsző módon 4-es kötőtőre. Amikor ezzel meg vagyunk, akkor kössünk 4 sort lustakötéssel, tehát csak is sima szemekkel. A sor elején a szemet, azt leemelem, a szélszemet, a sor végén pedig mindig lekötöm. Tehát sima szemekkel 4 sort, vagyis lustakötéses sorokat készítünk. A negyedik sorban váltsunk át nagyobb tűre, ugye ez 4-es, ez pedig 4,5-es. Ugyanúgy az első szemet átemeljük, és jön még egy sima sor. A minta 4 sorból áll, és a szemszám, amit fel kell szednünk, az 4 többszöröse, plusz 5, plusz a 2 szélszem. Jöjjön az első sor. Az első szemet átemelem, ugye az a szélszem, majd a következő 2 szemet jobbra dőlve összekötöm. Tehát beszúrok ide a második szem elé, és egyszerre lekötöm a 2-t. Egy ráhajtás. És most jön az a mintarész, amit itt fenn a rajzon 2 piros vonal között jelöltem, ezt kell ismételnünk. Egy sima, ráhajtás, következő szemet átemeljük a jobb tőre, mint hogyha simát kötnénk, és az azt követő 2-t pedig lekötjük jobbra dőlve. Összekötjük, ugye már fogyasztottunk egy szemet, és ezt áthúzzuk az összekötött 2 szemen, és így készítettünk a 3 szemből 1-et. Aztán még egy ráhajtás jön, hiszen így lesz meg a következő sorban a szükséges szemszámunk. És ugye ezt ismételjük, tehát most még egyszer, egy sima ráhajtás, átemeljük, ezt a 2-t összekötöm, és ez átemelt, tehát a 2 összekötöttön áthúzom, és jön a szükséges ráhajtás. És ez pedig a minta vége, egy sima, egy ráhajtás, átemeljük ezt a 2 szemet a jobb tűre, és balra dőlve összekötjük. A sorvégi szem pedig fordított lesz. Második sor, minden szemet, a ráhajtásokat is fordítottan kötjük. A harmadik sor jön, ami valójában ugyanaz, mint az első sor, csak eltolással. Ezt leemeljük. Egy sima, egy ráhajtás, és akkor most jön a 2 piros vonal közötti mintarész. Átemeljük ezt a 2-t. Összekötjük, és az átemeltet az összekötött szemen áthúzzuk. Egy ráhajtás jön, egy sima, egy ráhajtás, átemeljük, összekötjük a 2 szemet, és ezt pedig átemeljük rajta, tehát ismét a 3-ból 2-t készítettünk. Egy sima, és megyünk tovább, egy ráhajtás, itt ismét készítünk egy 3-as fogyasztást, majd egy ráhajtás, és egy sima a sor végére. És a negyedik sor, az fordított ugyanúgy, mindegyik szemet és a ráhajtásokat is fordítottan kötjük le.
Miután átváltottunk a nagyobb tűre, az ötödik sorban kezdjük el a tulajdonképpeni mintakötését, mégpedig az előző képsorokon látottak szerint. Annyi kivétellel, hogy a szélszemet követő két szemet, azt mindig simán kötjük. Mégpedig azért, hogy ugye az így egy lusta kötéses oszlop lesz, és így megakadályozza azt, hogy bepördüljön majd a tunikánknak a széle, és ugyanígy a végén is, tehát a szélszemet megelőző két szem, az mindig sima szem legyen. Tehát a mintát azt a negyedik szemtől kezdjük el kötni, szélszemet emeljük, aztán két sima, és akkor innen kezdjük az első sorral, ami ugye úgy kezdődik, hogy két szemet összekötünk jobbra dőlve, majd ráhajtás, sima, ráhajtás, egy szemet átemelünk, a kettőt összekötjük, és így folytatjuk ugye az alapján, amit az előzőekben mutattam, és kötünk felfelé. Befejeztem a 49. lyuksort, ez egyszerűbb így, mint hogyha centiméterben mondanám, bár körülbelül egy lyuk az egy centiméter. Ezt lemértem. Tehát amikor befejeztem a 49-et, és itt vagyok a sor elején, és az 50. sor, 50. lyuksor következne, akkor elkezdem a nyakkivágásnak a fogyasztását. Tehát ez úgy néz ki, hogy összesen ugye 103 szemünk van a tűn, itt 41 szem lesz a bal eleje. Itt most le fogok fogyasztani 21 szemet, és a maradék is 41, ez pedig a jobb eleje. Ez egy ilyen hevenyészet rajz, de talán érthető. És ha valamit kihagynék a mondandómnál, akkor ezen el lehet igazodni. Tehát azt mondtam, hogy az 50. lyuknál ugye lefogyasztjuk sorban, lefogyasztunk 21 szemet. És a következő sorokban pedig elkezdjük a nyakkivágásnak a kialakítását. Először 3-at, 2-t, majd 5-ször 1-1 szemet fogunk fogyasztani, majd ugye mindkét szélen. És amikor elérünk ide a második 1-es fogyasztáshoz, akkor leszünk az 51. lyuk sorában, és azzal párhuzamosan elkezdjük fogyasztani a vál kialakításához szükséges szemeket is. És hát így érünk majd együtt egyszerre oda, hogy itt elfogynak a szemeink majd egy idő után. És mindjárt itt az elején, az első résznél el kell mondanom, hogy mire is kell figyelnünk a legjobban. Ugye, hogyha itt a minta szerint kötnénk végig a soron, akkor ezután a sima szem után itt készülne egy ráhajtás, hiszen itt majd következne aztán a fogyasztásunk. Igen ám, de valójában itt mi lezárjuk ezt a sort, tehát hogyha én teszek ide egy ráhajtást, akkor már plusz egy szemem lesz, mert nem tudok mellé csinálni fogyasztást. Úgyhogy itt nem lesz ráhajtás, hanem az utolsó szemet, a 41. szemet, ezt csak itt lekötöm. És akkor itt jön a lényeg, amit szeretnék mondani, hogy csak akkor készítsünk két ráhajtást, hogyha van mellette egy fogyasztásunk is. Hiszen így fog stimmelni a szemszámunk. Ha egy ráhajtással több van, akkor már nem jó. Ha csak fogyasztunk és nincs ráhajtásunk, akkor sem jó. Tehát ez a sor, ez így lesz pont 41, hogy itt a kettő között nem lesz ráhajtás. Erre nagyon kell majd figyelni, illetve erre kell leginkább figyelni. És akkor erre már nincs is szükségünk, ugye ez lesz a bal eleje, tehát ezt majd én le fogom szedni egy külön fonalra, és ez lesz majd a második oldal, amit meg fogunk kötni. És akkor most jöjjön a 21 szemnek a lefogyasztása, mégpedig én egy ilyen rugalmas leláncolást választottam, ami úgy néz ki, hogy lekötjük az első szemet, és készítek egy ráhajtást. Aztán lekötöm a másodikat is, és a ráhajtást és az azt megelőző szemet, tudok beszélni, azt áthúzom rajta. Szerintem én ezt itt meg is
jelölöm magamnak, mert ez a fonal ez annyira vékony, hogy néha egy-egy szemet megtalálni is varázslat. Úgyhogy ezt bejelöltem. És így haladunk tovább. Tehát egy ráhajtás, lekötöm a következőt, és a ráhajtást és azt megelőző szemet átemelem rajta. Tehát ez annyiban különbözik a klasszikus fogyasztástól, hogy itt még van pluszban egy szál, és ezáltal nem lesz annyira szoros a leszedett szemünk, mint egyébként lenne. És akkor így lefogyasztjuk ezt a 21 szemet. Jó, tehát ebben a, nevezzük ezt nulladik sornak, úgy alakul a mintánk, ugye itt most lefogyasztottuk a 21 szemet, és itt összesen 41-nek kell lenni most a tűn, és most a minta szerint végig kell kötnünk, és itt úgy jön ki a mintánk, és itt mutatom, hogy miről beszéltem, ugye én itt visszafelé fogom egy kicsit dolgozni, hogy erre simát kellene kötni, ez az a három, amit össze kell kötni, és azért ugye ide jön egy ráhajtás, tehát itt most két simát fogunk kötni, illetve hát a szélszemet ezt nem kötöm, hanem ezt leemelem szélszemként, ezt lekötöm simán, és akkor ide jön egy ráhajtás, és ezt fogom összekötni. Tehát csak annyiszor két ráhajtás készül, ahány összekötés lesz, illetve ahány fogyasztásunk lesz itt. És akkor így néz ki. Tehát a mintának annak itt még meg kell lennie, meg hát a későbbiekben is. És akkor fordulunk, és fordított szemekkel végigkötve a sort. Ugye itt a szélén még mindig a szerint haladunk, hogy leemeljük a szemet, és két simát kötünk. És fordítottal végig kötjük a sort. Van még egy kis vázlatom, ami igazából arra való, ugye itt kiderül, hogy balkezes vagyok, mert balkézzel csinálok a pipát. Ez volt a nulladik sor, amit mondtam. És ide felírtam, hogy hogy fogunk fogyasztani belül, ugye a nyakkivágásnál, ide pedig azt, hogy hogy fogunk fogyasztani kívül a váll kialakításánál. Tehát most az első sor jön, itt hármat fogyasztunk, 38 szemnek kell összesen lennünk. Aztán kettőt, 36-nak. Aztán egyet, 35 marad. Aztán itt már ebben a sorban elkezdjük, hogy belül is fogyasztunk, meg a vállnál is, tehát 35, mínusz 1, az 34, mínusz 3, az 31. Ez azért jó, mert így figyelemmel tudjuk azt is követni, hogyha számoljuk a szemeket, hogy éppen mennyinek kell a tűn lenni, tehát, hogy véletlenül se készítsünk plusz egy ráhajtást, vagy ne készítsünk el egy összekötést, stb. Stb. Úgyhogy igazából ez azért egy ilyen kis hevenyészet dolog, de én pipálni fogom magamnak, hogy éppen melyik az a fogyasztás, amit elkészítettem, és már elvégeztem, és éppen hol tartok a szemszámmal. Ha az előző volt a nulladik sor, akkor ez az első. Én itt most már nem ezzel a rugalmas leláncolással dolgoztam, hanem csak sima leláncolással, úgyhogy kezdem is. Tehát 1, 2, 3. Ilyenkor meg tudjuk nézni, bár hát azért annyira minden sorban ezt nem kell nézni, de ennek 38 szemnek kell most lennie, és ehhez is kell tartanunk magunkat. Tehát ez volt a 3, és akkor itt most meg kell néznünk, hogy éppen mi következik. Ugye ide biztos, hogy simát kell készítenünk, akkor itt most egy ráhajtás jön, és ez pedig az összekötés ráhajtás, és folytatjuk a sor végéig ez szerint. Ez az első sor visszája, ugye itt ugyanígy, a még megszokott módon két sima, és aztán fordítottakkal megyünk a sor végéig. Második sor jön,
Egy. És kettő a fogyasztás. És itt most ugyanúgy jön, mert ez sima lenne, ezt a kettőt, vagy hármat pedig össze kell kötnünk, tehát itt ismét ráhajtással kezdünk. És akkor így haladunk a sor végéig ismét. A második sor visszája sora, ugyanúgy, sor elején még mindig két sima, és fordítottan jövünk vissza. A szemszám pedig 36. A harmadik sor következik, ugye itt most egyet kell fogyasztanunk, a sor elején, és aztán megyünk a minta szerint, mégpedig egy simával. És aztán jön a ráhajtás, és a dupla fogyasztásunk. És még mindig a sor végéig kötünk változatlanul. A harmadik sor visszája, szélszem, majd két sima, és fordítottal megyünk a sor végéig. A szemszám pedig 35. Most jön a negyedik sorunk, és ez a negyedik sor, ez valójában az 54. lyuksor lesz, és ugye azt mondtam, hogy itt a nyakkivágásnál is kell fogyasztanunk, és elkezdjük itt a váll rész kialakítását is, viszont itt a színén fogyasztunk, itt viszont a visszája oldalon kell majd fogyasztanunk. Kezdjük a leírás szerint, ugye, amit mutattam. Itt marad az egy szám, amit lefogyasztunk a sor elején. És akkor kössünk a sor végéig, teljesen végig, hiszen majd a visszája soron fogunk fogyasztani. Ugye itt most volt egy... Ez egy sima lenne, tehát kettő simából kell kezdenünk a sort. Majd jön egy ráhajtás. És folytatjuk a sor közbeni összekötéssel. És akkor a negyedik sor visszája jön. Ugye itt már itt is fogyasztunk a vál kialakításánál, tehát felejtsük el ezt a sor elejé két simát, hanem lefogyasztunk egyszer egy szemet. Ugye fordítottan is kötünk kettőt, és a harmadikat. És fordítottal megyünk a sor végéig, és a szemszám 31. Az ötödik sor, itt egyet fogyasztok a sor elején, majd három sima, és akkor itt jön a sor közbeni fogyasztásunk két ráhajtással, és így haladok tovább a sor végéig. A sor végén, ugye itt van egy összekötésünk, utána ráhajtás, két sima, és ugye a sor végi szemet fogyasztásnál itt most átemelem, és itt fent láthattok egy linket, ami azt mutatja, hogy én hogy szoktam fogyasztani, tehát nem véletlenül van ez így csak átemelve. És akkor fordulunk, és itt pedig, ugye ötödik sor, itt három szemet kell fogyasztani, csak rossz felé tettem, igen. Tehát ez az első, második, és a harmadik szem. És fordított szemekkel megyünk a sor végéig. Hatodik sor, egy fogyasztás a sor elején, aztán egy ráhajtással folytatom,
A sor vége pedig a ráhajtás után, ugye egy sima, és egyet pedig átemelek, és 26 szemnek kell lenni. Három szemet fogyasztunk itt is. Egyet. Kettőt. És hármat. Fordítottal megyünk végig, és 23 szemnek kell lenni ebben a sorban. A hetedik sor ugyanígy. Egyet fogyasztunk az elején. Ez lenne a hármas, egy sima, és akkor itt jön az összekötés, és a két ráhajtás elől, hátul, és akkor a sor végéig folytatjuk ezt. Sor végén ráhajtás, és ezt a szemet pedig átemelem, és fordulunk, ugye ez a hetedik sor, tehát itt most 22 szemnek kellett lenni, és akkor itt pedig hármat fogyasztunk, egyet, kettőt, és hármat, ugye amikor ráhajtás van a végén, akkor egy kicsit máshogy kell fogyasztani, nem húzhatom át erre az oldalra a fonalat. Három, és akkor fordítottakkal megyünk a sor végéig. Itt tartok most a hetedik sor után. Itt már elfogytak a lefogyasztandó szemeink, tehát a 10 szemet már lefogyasztottuk, és most már csak itt kell fogyasztanunk, tehát mindegyik visszáll a sorban. Van egy célszemünk, kettő simát kötünk, plusz még egyet, és akkor itt jön a ráhajtás és a háromból egy szem fogyasztásunk. Itt is simákat kötünk. Ezt átemelem, fordulok, és akkor itt még mindig hármat kell fogyasztani, tehát egyet, kettőt, és hármat, és akkor megyünk a sor végéig. A kilencedik sor jön. A szélszemet átemelem, egy sima, egy ráhajtás. Elkészítjük ezt. És megyünk a sor végéig. Jó, három, illetve kettő plusz egy átemelés jön. Itt most már négyet kell fogyasztanunk. Tehát egyet, kettőt, hármat, négyet, és fordítottal megyünk végig, ezt leemeljük, és ide most egy sima, tehát akkor egy, kettő, három. Sima jön, ez az összekötésünk, és egy ráhajtással kell zárnunk a sort. Fordulok, ismét négyet kell fogyasztanunk. Egyet, kettőt, hármat, és négyet. És itt 8 szám kell, hogy legyen. 8 szélszemet, azt emelem. És ez egy, akkor egy sima. Egy ráhajtás. Itt lesz egy összekötés. És simát kötünk a végéig, illetve ezt átemelem. Négyet fogyasztunk. És ez már tényleg az utolsó felvonás. Kettőt, hármat, és
négyet. És hát itt igazából sok mindent nem tudunk csinálni, úgyhogy négy simát kötök, illetve hármat, és egyet átemelek, és akkor most lefogyasztom ezt az utolsó négyet is. És így a jobb elejünk, ez már el is készült, mutatom, hogy hogy néz ki. Tehát itt a válvonala, és itt pedig a anyagkivágás része. És akkor a másik felét is ugyanígy kell megcsinálni. Ugye annyi kivétel lesz, hogy itt a színén fogyasztottuk a nyakkivágást, és a visszáján a vállat, itt pedig fordítva lesz, a visszáján fogyasztjuk a nyakkivágást, és a színén pedig a vállat. Én átszedtem az elején egy külön vastagabb fonalra bal elejét, és most visszaszedem a tűre a szemeket, szálakat, és addig nem húzom ki, amíg összeset vissza nem szedem. Ezért egy csipke mintán elég bonyolult lenne ezt visszaszedni, visszakötni, ha bármelyik is leszaladna. És akkor most még mindig biztonságban vannak a szemek, és akkor itt megnézem, hogy tényleg mindegyik rajta van-e a tűn. Nincs olyan, amelyik csak a fonalon van, de a tűn nincs. És hogyha ez stimmel, akkor most már tényleg kihúzhatjuk a... Ups. Tényleg kihúzhatjuk a fonalat, és kezdhetjük a kötést. A bal elejének a kötését, azt a munka hátoldalán kezdjük, és mindjárt egy hármas fogyasztással kell kezdenünk, ahhoz, hogy szimmetrikusak legyünk a jobb oldallal. Először is csatlakoztatom a fonalat. És ugye a hátoldalon vagyunk, tehát fordított szemeket kell kötnünk. Ez az első fogyasztás. Második. És a harmadik. És ugye itt most egyszerű dolgunk van, hiszen fordított szemekkel megyünk tovább. És akkor kössük ezt is az alapján, a leírás alapján, amit, ahogy a jobb oldalit. Ugye egy különbség van, hogy itt a váll résznél azt most a váll résznél a fogyasztásokat, azt a színe oldalon kötjük, és a nyakkivágásnál a fogyasztásokat pedig a visszája oldalon. Egyébként ugyanúgy kell, és azt, hogy a minta hogy alakul, azt pedig nekünk kell figyelni. Az ujjak kötését nem mutatom meg külön, mert semmi extra nincs benne. 56 szemet szedjünk fel a négyes tűre, majd kössünk három sima sort, tehát itt is lusta kötéssel dolgozunk, ugyanúgy, mint az elején és a hátulján. A negyedik sorban váltsunk négy és feles tűre, és szaporítsunk 7 szemet, tehát összesen 63 szemmel kezdjük el a mintát készíteni, ugyanúgy, mint ahogy az elején és a hátulján is, a szélszemek után 2 sima szem következik, amit lusta kötésesként kötünk, és utána kezdjük el a minta kötését, és kössünk összesen 13 lyuksort, majd amikor végeztünk, akkor a rugalmas leláncolással láncoljuk le a végét, és természetesen 2 darabot készítsünk ebből. Horgolótűt használtam. Próbáltam összevarni, de nem igazán tetszett, ugye ennél a vékony fonalnál minden látszik, nem lehet igazán eltüntetni a varrást, úgyhogy ezért maradtam ennél a módszernél, és mutatom, hogy hogy készült. Mivel ezen az oldalon is kívülről befelé haladtam, tehát a nyak kivágás felé, ezért itt is ezt fogom tenni.
Három és feles a horgolótő, amivel dolgozom. Először is itt készítek egy hurkot. Aztán, amikor ezzel meg vagyok, ezt elveszem ezt a tűt, és ezt ide lehelyezem középre. És mindig ebbe a hátsó szálba fogunk szúrni, ebbe is, és itt a másik oldalon ebbe is. Majd, amikor ezzel meg vagyunk, akkor fogjuk ezt a fonalat, és mind a három szálon áthúzzuk a fonalunkat. Meg volt az első. Haladunk a következő szemre. Itt is a hátsó szálba szúrunk. A másik oldalon a következő szemnek is a hátsó szálába. És mind a három szálon áthúzzuk a fonalat. Ez azért jó, mert így mi tudjuk szabályozni itt fölül, a fonal engedésével, vagy szorításával azt, hogy mennyire legyen szoros, laza. Megyünk a következőre. Tehát az a lényeg, hogy mindig az alsó szálba szúrunk be csak. És ez mindig alul van. Tehát ahonnan, amivel összevarjuk, az mindig alul van. És a hárman egyszer áthúzzuk. Következő. Ja. Ez a szélső volt, igen. És így haladunk végig. Az előző fotón láthattátok, hogy pontosan melyik lyuksornál jelöltem be, hogy hol legyen bevarva az ujja, illetve hol legyen összevarva a két széle. És az egyik ujját most már bevartam, és szerintem elég mutatós lett. Talán ez bizonyult a legszebb bevarrásnak. Itt láthatjátok most már közelről a jelölést. És az a lényeg, hogy a belső oldalon fogunk varni. Most kivételesen, hogy körülbelül háromszor olyan hosszú fonalszálat vágjunk le, mint amennyi itt a teljes hosszúsága az új résznek. Bújtassuk át mindkét szem alatt, és kössük meg, ezt majd a végén elrendezzük. Értelemszerűen az új résznek a szélén ott több szem van, mint amennyit itt látunk. De ezzel nem kell érdemben foglalkozni. Ami a lényeg, hogy a belső szálakat fogjuk itt is összevarni. Tehát ugye itt vannak ezek a szálak, amiről beszélek, illetve pontosan itt, igen, ezekről beszélek. És a belső szál az ez lesz. Ennél ugyanígy, ennél egy kicsit jobban látható, mert nagyobbak. Ezeknél pedig ezek a szálak. És ezt fogjuk összevarni. Azért raktam én itt több jelölőt, hogy ezen belül húzzuk meg egy kicsit, szabályosabban, arányosabban el tudjuk osztani a szemeket. És akkor kezdhetjük is. És így varrunk össze. Ez volt az első. Jön a második szem. Aztán itt jön. Most valamiért nem látom. Jó, ez az. Ezt már ehhez varrom hozzá. Jön a következő. És ugye lesz olyan helyzet, amikor, például itt is, amikor ebbe a szálba két ilyet is beleöltök. Mert pont úgy jön ki a lépés.
Vagy például itt is, még ezt is ideöltöm, mert éppen ott van a mellett. És ha megnézitek, akkor ugyanolyan szép lesz az összevarrás, mint ahogy itt a korábban mutatott részen is. És miután az ujjakat bevartuk, utána ismét fordítsuk a belső oldalára a munkánkat, és itt az ujjánál is összefogva, sőt, én itt a hónajnál is összefogtam. Itt pedig ugye a jelölés, ami az előző fotón is látható volt, amit már mutattam, és most nincs más dolgunk, mint innentől idáig haladva összevarni az ujját, és itt az oldalvarrást is. Amit eddig még nem mondtam, hogy a háta részén nem fogyasztottam a nyakkivágást, hanem csak egyenesen leláncoltam a 41 szemet, ugye? Ez is 41 szemből áll, 21-et láncoltunk le, aztán 10-10-et fogyasztottunk mindkét oldalon, tehát így jött ki a 41. Itt viszont a hátsó oldalon csak leláncoltam. Nagyon nagy lett volna már a nyakkivágás, hogyha azt meghagyom, bár lehet úgy is elkészíteni, hogy eleve nem készítetek nyakkivágást, hanem csak az elején is és a hátulján is leláncoljátok ezt a középső 41 szemet, és csak a váll kialakításához szükséges fogyasztást készítitek el. Ez is egy lehetőség, ha valaki nem szeretne ennyit számolgatni a nyakkivágásnál. Nos, most fel kell szedni a nyaknál körben 102 szemet. Én ezt csináltam erre is egy kis rajzot, egy nagyon ilyen kis hevenyészet rajzot. Ugye ez nálam úgy fog kinézni, hogy a hátsó részen felszedem a 41-et, aztán ami tuti, hogy itt az elején is a 21-et, és itt pedig a két oldalon elosztva 20-20 szemet kell felszednem a tűre, mégpedig 4-es tűre fogom felszedni, ahhoz, hogy meglegyen a 102 szem. És akkor utána 4 sor lusta kötést kötök, illetve hát a negyedikben le is fogom láncolni. Amire figyelni kell, ugye ha körben kötünk, akkor a lusta kötés az úgy fog kinézni, hogy az első sor, hát ahogy gondoljátok, vagy fordított sima, tehát így fognak kinézni a sorok, vagy sima fordított sima, fordított. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor igazából kész is van már a tunikánk.